Víkend egy millióért. Főszereplők Bán János, Bronislav Polocek. Forgatókönyv Tibor Vihta. Válkozom, úgy érzem magam, mintha beteg lennék. Igazad van, Petyka. Látod, azért benned is van valami, ami emlékeztet egy úriemberre. A férjem is szívből utálta a szakált. Mama, nagyon kérlek. Mindig? Vagy csak a betegsége után? Magyar hangok. Szíjes Imre, Láng József, Kertész Péter, Menszátor Magdolna, Lesznek Tibor, Pásztor Erzsi, Konrád Antal, Pazeka Zsuzsa, Dengyel Iván, Kovács István, Dobránszky Zoltán. Magyar szöveg Molnár Anna, hangmérnök Zombori László, rendezőasszisztens Polecsák Irma, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Várkonyi Gyula. A szinkron a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Forgalomba hozza a Mokép. Majd én. Kérj bocsánatot tőle. Miért? Talán nem ti dugtátok be a Dili házba? Te be vagy rúgva. Zdenónak sikerült elválnia. Ezt meg kell ünnepelni, nem? Legalábbis szerintem. Eleget ittál már. Mit csinálsz? Rablóhússütésre megyünk. Ennyi akkor is elég. Kérem, nincs véletlenül spanyol olajos halok? Sajnos nincs. 15 péksütemény. Egy liter bor. Csak egy liter? Megnézhetem? Az higító. Bocsánatot kérek, én azt hittem, hogy... Az engem nem érdekel, hogy mit hitt. De ez felháborító. Drága asszonyom, havonta 5000 korona értékű áru tűnik el. Igen, és ezt mind a férjem lopj el? Asszonyom, én ezt nem mondtam. Becsületes embereket zaklatnak, áruljuk meg nincs. Maradj már. Mennyit fizetek? Értse meg, állandóan hiányunk van. Kénytelenek vagyunk a saját zsebünkből megfizetni. Tudja maga, mennyit keresnek ezek a lányok? 73-20-at kérek. Én szívesen megajándékoznám magukat néhány ezressel, hogy kevesebb hiányuk legyen, de nincs bankjegynyomdám. Te még azt is hagynád, hogy megmotozzanak. Egy ilyen senki. Hozzátartozik a munkaköréhez. Inkább hallgass, jó? Otthon játszod a nagylegényt, ilyenkor meg kisfiú vagy. Tipikus tanárnői logika. A fenébe. Fékezz! Alvázmosás lesz. Legyíts! Egy kis csendet kérek! A rakufkai üdülő vendégeket kérem, álljanak ide! Ide!
A konyicei vendégek pedig ide legyenek szívesek. Ide a jobb oldalra. A többiek, a szlatyinaiak legyenek szívesek mögém állni. Tessék! Olvasom a népsort. Kamerle házaspár. Jelen. Kérem, adja a kulcsot. 11-es szoba. Húla házaspár. 12-es szoba. Köszönjük. A Steklik családot kérem. Én alszom az ablaknál. Ne ordítsd el a kisfiam, 13-as. Most pedig kérem Stanyekéket, vagy Vanyekék. 15-ös szoba. Jaburková! Haló? Jáscserüdülő. Imádom magát. Legyen az egyéb. Szeretni akarom magát. Én is téged, fiacskám. Kinél van a kulcsom? Pepa, nálad van? Hogy ez az Ambróz milyen pehjes ember? Inkább egy nagy marha. Segítenél? Persze. Ez már művészet, így beragadni. Ne ült a futómű. Na gyerünk, emberek, toljuk meg! Segítsünk! Gyerünk már be! Itt a kerekét toljuk be! Hátsunk! Gyerünk! Még egy kicsi, ezt nem bírjuk. Jöjjenek már segíteni. Na, gyere. Magda! Most. Gyere, törjünk egy pár csövet! Kettő, három! Na! Na, még egyszer! Gyerünk!